Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Egészen pontosan a mai vendégek. Az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének két tagja, az alapító Csuka Gábor, aki Darth Vader jelmezben érkezett meg, és Mag Viktor, aki egy rohamosztagost játszva lépett be a stúdióba. Szevasztok, hello! Szép jó estét! Jó estét! Hello! Azt tudom, hogy ugye a Gábor az alapító, de azt nem tudom, hogy Viktornak van egy titulus. Mint a vezetője vagy. Te meg a vezetője vagy, jó. Előjáróban annyit hadd mondjak el nektek is, meg a kedves hallgatóknak is, hogy én magam nem vagyok akkora nagy rajongója a Star Warsnak, mint ti, de épp ezért rengeteg kérdésem van, hát ezért is vagytok most itt, hogy hát ha én is egy kicsit kedvet kapok, láttam az első részt, amiről kiderült, hogy nem is az első, és még gyerek voltam. Igen. Azóta hallottam, hogy pár még íródott, született, alkottak még. Viszont, ami a legfontosabb kérdés, hogy miért pont május 4 a Csillagok háborúja, vagy éppen a Star Warsnak a nemzetközi napja? Ez egy nagyon érdekes kérdés, vissza kell mennünk egészen 1979-ig. Uh-huh. Ugye, aki nem tudja, az első Star Wars filmet, az Új reményt, és akkor még nem így hívták. Akkor annak még Csillagok háborúja Csillagok volt. Háborúja volt. Így van, ezt láttad te, ugye kronológiai sorrendben ez a negyedik rész. De az elkészülés sorrendjében viszont az első. Tehát ezt készítettek először. Így van. 1977. május 25-én mutatták be ugye az Egyesült Államokba. És ebbe a filmbe elhangzik az az ikonikus mondat, hogy May the Force be with you, ami annyit tesz, hogy az erő legyen veled. Na már most 1979-ben, amikor Margaret Thatchert miniszterelnöknek választották, miniszterelnök asszonynak, akkor úgy próbálta a pártja ezt megünnepelni, vagy meghálálni, hogy az újságban feladott egy hirdetést, May the Fourth be with you-val, ami ugye azt jelenti, hogy a május 4-e legyen, vagy legyen a te napod ugye a május 4-e. És ez egy ilyen áthallásos dolog, ez egy szójáték volt, és azóta ezt nagyon-nagyon sokan meglovagolták, ezt a fajta szóviccet, és még 1999-ben talán akkor azt hiszem Németországban George Lucas adott egy interjút a német valamelyik újságnak vagy lapnak, ahol szintén megkérték, hogy ezt az ikonikus mondatot mondja el, hogy May the Force be with you, és ezt egy német tudósító ezt konkrétan úgy fordította le, hogy a május 4-e legyen veled, és akkor itt pislogott, hogy nem is nagyon értette, hogy miről van szó. És aztán teltek múltak az évek, igazából akkor már rajongói klubok létrejöttek, voltak ilyen mini találkozók, egy időben Luke Skywalker napot is tartottak, egészen meglepő módon... Luke Skywalker napot mi alapján? Tehát, hogy mert hogy őt a Star Warshoz kötötték, és akkor legyen Luke Skywalker. De az is május 4 volt? Vagy nem feltétlenül május 4-én, ezt ilyen össze-vissza tartották, tehát nem volt benne ekkora rendszer, hogy legyen valami apropója a találkozásnak. Igen, és az aztán kettő darab úriember Kanadába, a Torontóba egyszer csak úgy döntött, hogy jó, kész, akkor most kikiáltjuk a nemzetközi Star Wars napot, és május 4, és csináljunk meg egy eseményt erre. És ez a kettő darab ember valahol Kanadában, nekik mi közük volt a filmhez, vagy egyáltalán az egész sztorihoz? Ők is ugyanolyan rajongók voltak, mint te? Vagy így van, így van, így van, ők is ugye már akkor jelmezeztek, és hát ugye akkoriban már az 501-es légió, mert hogy ezt még nem mondtuk el, hogy mi honnan jöttünk, vagy hova tartunk ráadásul. El fogjuk mondani. Előbb hát azt nem mondom, hogy az 501-es légió Magyarországi helyőrségéből már lehet sejteni, hogy nem csak Magyarországon létezünk. Igen. Na, először is, jó, akkor kezdjünk ezzel, ha már itt vagyunk. Ez az 501-es légió, ez gondolom, hogy valamilyen szinten megjelenik magában a filmben, vagy a filmekben. Tehát, hogy ez nem a rajongói klubból, vagy a rajongói klubok valamelyiknek a fejéből pattant ki, hogy legyünk mi az 501-es, tehát nincs semmi köze a farmerhez például. Az a vicc amúgy, hogy pont tökéletesen igazad is van, hogy alakult ki ez a név, ugyanis Albin Johnson, aki egy Star Wars rajongó még mind a mai napig, és ő a hasára ütött, és azt mondta, hogy a haverjaival együtt csinál egy, hát először ilyen detention block, 25 valamennyi akart lenni a száma, és a haverjaival csinál egy ilyen klubot, ahol a jelmezesek össze tudnak jönni. És ez, ahogy haladt az idő, egyre több ember csatlakozott hozzá, és kinőtte magát az egész oda, hogy nevet is változtattak, és így hasraütésszerűen kipróbálta azt, hogy milyen számok jönnének ki jól,
és az 501-es volt az, ami neki úgy a legigazából tetszett. De semmi köze a filmhez, tehát a filmben nincs. Akkor itt, itt jön benne a csattanó, hogy ez 97-ben volt, aha. És egészen 2005-ig kellett várni arra, hogy a filmbe is szerepeljen ez, mivel az 501-es légiónak az a hivatalos neve, hogy 501-es légió véder ökle. És de világszerte. Világszerte, és ez a hivatalos neve. És George Lucas, mivel addigra már eljutott arra a szintre ez a rajongói klub, hogy nagyon sok jótékony eseményen vettek részt, nagyon sok olyan dolgot csináltak, ami pluszként jelentkezett az embereknél, és nem csak az, hogy jelmezesen bohockodtak. Ezért elismerésképpen beemelte a kánonba azt, hogy ők lesznek tényleg véderők le. És amikor a Sith-ek bosszújában a klónharcosok, Anakin Skywalker, akkor már Darth Vader mögött megrohamozzák a Jedi templomot, akkor azok már hivatalosan is az 501-es légió klón katonái voltak. És esetleg be is kerültek a filmbe a rajongói klubokból statisztaként. Igen, már az epizód egy esetében is magyar Star Wars klubos emberek is szerepeltek a filmbe. Az epizód egynek a végén, amikor az ünnepélyes jelenet van a Naboon, ahol átadják egymásnak a béke jeleként azt a világító gömböt a Gangenek és a Nabooiak. Ott a párkányon az összes Star Wars klub vezetői, az akkori Star Wars klubok vezetői voltak ott jelen, köztük a magyarok is. És akkor az Viktor volt a Star Wars? Nem, hát az 97 körül volt kb. És a magyarországi helyőrség mióta létezik, mikor alakult? 2006-ban. Ja, ez úgy indult, hogy 2004-5 környéken volt egy olyan rendezvény, ahova elhívtak Star Wars-os szereplőket. A Gary Kagan-t és a Gerald Holmot, akik az egyik a Luke barátját játszotta, a másik pedig a Jabba palotájából egy lényt, meg a Mon Calamari. Egy lényt játszott? Igen. Tehát nyilván akkor felismerhető az utcán. Igen, mert ő magában is egy pantomimes volt, és ott nagyon sok pantomim művészt hívtak el, mivel ugye az arcukkal nem tudtak semmilyen jelentős dolgot belevinni a filmbe, ezért a mimikával és a testmozgással meg a testbeszéddel kellett eljátszaniuk az adott szerepeket. És ebben a pantomimesek elképesztően jók voltak, úgyhogy ezért őket elhívták. A mai vendég az 501-es Légió magyarországi helyőrségének alapítója, Csuka Gábor, és a Légió vezetője, vagy hát a magyarországi helyőrség vezetője, Mag Viktor. Mielőtt még tovább mennénk, mert mondjátok, hogy hát ugye erről órákig tudtok beszélni, hát pont ezért vagytok itt, mert én meg kíváncsi vagyok. Azért egy kicsit beszéljünk rólatok, mint magánemberekről. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy mind a mellett, hogy ti éltek, haltok a Star Wars-ért, és mindent tudtok róla, és közben jártok fellépni, amiről majd megint csak beszélünk, én kíváncsi vagyok, hogy ti mivel foglalkoztok a civil életben? Mert én azt gondolom, hogy nektek ez nem foglalkozásotok, hogy az 501-es légiónak vagytok a magyarországi helyőrségének a tagjai, vezetői, alapítói, ebből megélni azt gondolom nem lehet, tehát kell, hogy legyen valami civil foglalkozásotok. Rosszul gondolom? Kezdjük Viktorral. Ezt abszolút jól gondolod teljes mértékben, és ez igaz igazából minden tagunkra. Tehát ez egy hobbi, ezt így tisztázzuk. Én konkrétan az informatikában, az IT szakterületen vagyok, és azzal tengetem minden napjaimat, illetve, hát ezt mondja később elmeséljük, gyakorlatilag ebből finanszírozom ezt a hobbit. Tehát a velejáró költségeket azért elő kell valahonnan állítani. Muszáj. A családod nagy örömére gondolom. Ez mindig egy kardinális kérdés, ugye mindig azt szokták mondani, hogy de nekem lesz, hanem egy barátom barátjának a valami, és most nagyon akciós volt, és ugye erről születek viccek is. Ez ugyanilyen, hogy ha mondjuk pecázás lenne a hobbid, akkor arra is nagyon sokat költenél, mert egy pecabot meg az összes felszerelés szintén nem egy olcsó dolog. Én erről azt szoktam mondani, hogy egy hobbi az soha nem olcsó, hogyha az ember szívvel és lélekkel csinálja. Arra mindig költünk. Igen. Legyen az bármi, mint ahogy a horgászat, vagy a bélyeggyűjtés. És nyilván inkább viszi, mint hozza a pénzt. Néha hoz, de leginkább hát visz. Hát az minimál, inkább viszi. De Gábor, te mivel foglalkozol? Én vegyészmérnök vagyok, és ez annyiban segítette is az egész helyőrségnek az elindulását, hogy a jelmezeinket mi saját magunk csináljuk. Ott és a munkahelyeden. Dehogy is, ezt ja, mind szintem. Otthon a garázsba, a kis szobába, bárhol. De ez a vegyészmérnökség, ez hogy kapcsolódik ehhez hozzá, vagy mitől előny ez? Hát például, mivel műanyagokból készülnek a jelmezek, és a különféle tehát fegyvereink is, ezért a gyárból a cuccot. Nem hallják most a főnökeit. Ja, nem. Nem provokállak. Szegény Lukasz, úristen. De alapvetően van egy vákumformázógépem otthon, és azzal lehet
És hogyha nem lennél vegyészmérnök, akkor ezt nem tudnád használni. Hát nem sokkal tudnád egyszerűbb kezelni, úgy használni. Nyilván ezt bárki meg tudja tanulni, csak aha, alapvetően mi ezt az én garázsomban állna egy ilyen, akkor elég sokáig porosodna. Vagy... De úgyis egyszer ki kell próbálni, és utána rájössz, hogy mennyire szép, meg mennyire ezek nehéz. Ezek szerint, ha már itt tartunk, magatok készítitek a jelmezeket. Ezeket nem is lehet sehol kapni a boltban, tehát nincs egy olyan Star Wars bolt, és akkor én bemegyek, és akkor szeretnék kérni egy olyan sisakot, mint amilyen, nem tudom, itt a Viktornak volt. Angliában van legalább két ilyen bolt, és az USA-ban is a legtöbb rajongói csoportnak van olyan tagja, aki a jelmezkészítéssel foglalkozik. És ezek azok, akik ellátják a légiónak a tagjait mindenféle országban. De én is volt már olyan, hogy volt egy-két alkatrész, amit külföldről vettem meg, mert azt ő csinálta meg a legjobban mondjuk a egyszerűbb világot. Volt megvenni, mint egyszerűbb legyártani. Volt megvenni, mint mondjuk egy alapformát elkészíteni hozzá, és utána azt finomítani, hogy tökéletes legyen maga a termék. De tényleg az van, hogy most már a 3D nyomtatással gyakorlatilag ezt a vákumformázást szinte egész jól ki lehet váltani. Megfelelő anyagokkal nagyon jó páncélokat és jelmezkellékeket lehet csinálni. Az epizód 7-től kezdve nagyon sok olyan jelmez volt, amit a filmhez is 3D nyomtattak. Aki most beszélt, Gábor volt, ezt a hallgatóknak mondom, te jöttél be Darth Vader jelmezben. Igen. Azt gondolom, hogy itt most legalább egy összeget kellene mondanunk, hogy az a jelmez, amivel te bejöttél, az így, hogy te állítod elő, vagy ti állítjátok elő, az mégis mibe kerül? És most a család ne figyeljen. Csak úgy nagyságrendileg, hogy ez több százezer forint, csak vagy ez felvett 10 000 forint, igen, vagy... Egy Darth Vader jelmez az olyan félmilliótól a csillagos égig. Az elkészítése? Tehát nem is a megvásárlás, hanem az elkészítése? Hogyha tényleg ki akarod járni azt az utat, hogy az eredeti alkatrészeket megveszed, a minden, az eredeti minden... alkatrész az az, amit a filmben is használtak? Igen, nagyon sok eredeti... olyan dolog van, amit még mind a mai napig lehet kapni, mondjuk a kis szerelődobozok, amikből az övemen lévő kapcsolódobozok vannak, a rajta lévő gombok. Azok mind olyanok, amiket még mind a mai napig árulnak. Nyilván lehet, hogy azért is, mert rengeteg Star Wars rajongó van, aki ezeket a dolgokat megveszi. Mennyien vagytok? Mert Viktor mondja, hogy minden egyes tagnak van saját civil foglalkozása. Hányan vagytok az 501-es légióban? Globálisan sokkal jobban hangzik ez a szám, mert hogy ugye a rendszer az Amerikából indult, az 501-es légió, és hogyha most nézzük 2022-t, akkor jelen pillanatban több mint 66 országban vagyunk jelen. Az igen. És bárki lehet? Tippelj egy számot, hogy nagyjából ebben a 66 országban mennyi tag van. Először is azt kell tudnom, hogy egy országban csak egy lehet? Már tehát tagnak lenni? Nem, hanem 501-es légió. Tehát, hogy ti ja, megalakítottátok a Magyarországon. Egy országban, egy teljességben. De én akkor én még inkább 501-es leszek, és akkor a kelet-magyarországi, vagy nyugat-magyarországi. Többnyire vagy... egy ország, kivéve Amerika, ott államonként értem. Van egy-egy helyőség. Hát én azt gondolom, azért nem tudok tippelni, mert nem tudom a magyar számot, de ahhoz már jó, akkor tudnám segítek. De szerintem millió fölött van. Azt tudja, hogy millió fölött van. Sok. Magyarországon van 50. Most 50? Már 52, nagyjából, bocsánat. Egy kicsivel több, de hogyha az inaktív tagokat is számoljuk, akkor viszont több. Na ez globálisan viszont... ez a szám, ez úgy néz ki, hogy több mint 16 ezer. 16 ezer. Akkor viszont azt gondolom, hogy szigorúak vagytok, tehát szigorú a belépési szabályzat. Mert ennél jóval több Star Wars rajongó van, és azt gondolom, hogy a Star Wars rajongó is, és szereti ezt a világot, és néha jó neki beöltözni, vagy jól esik beöltözni, az eleve tag, de ezek szerint ez nem így működik, hogy bárki lehet tag. Mik a feltételek? Hogy lehet közétek beállni? Pont ezt akartam elmondani, miközben a Gábor mesélt ugye a jelmezkészítés titkairól, hogy ez már ilyen egyszerű lenne, hogy elmegyek egy boltba és megvásárom. Szóval minden egyes jelmeznek a mondjuk egy vákumformázás esetében annak van egy előzmény, hogy fog az alkatrész kinézni. Ugye a cél az, hogy az 501-es légiónál mondjuk egy rohamosztagos Dél-Afrikába, vagy Norvégiába, vagy Amerikába, vagy Magyarországon ugyanúgy nézzen ki. De ugyanúgy nézzen ki, mint a filmen? Mint a filmen. Igen, tehát mint a filmen, semmi eltérés ne legyen, se színben, se formában. Ebben megkülönböztet most már a Légió 2 kategóriájú jelmezt, van az úgynevezett belépő szintű, ami egyébként avatatlan szemeknek. Most hát az elsőt már kezdik elhagyni, de legyen három, szóval van egy nagyon belépő szintű, ezt kezdi elhagyni a légió, van egy második szintű, ami már teljesen kiváló, és van egy úgynevezett centúrió fokozat, ami már tényleg a legapróbb nagyítóval veszik elő a jelmezeseket, akik csatlakozni szeretnének. Na most pont ezt szerettem volna rátérni. Ki az ellenőrző bizottság? De ön George Lucas önmaga és egyből leellenőriz mindent és mindenkit? Annyira nem állsz messze az igazságtól. A Lukásznak mondjuk ettől függetlenül nem sok köze van hozzá,
viszont a rajongók saját maguk igényesek. Aha. Ezért az 501-es légió felállított egy olyan referencia könyvtárat, ahol a jelmezek megtalálhatóak, és a jelmezek részletesen le vannak írva. Tehát például mondjuk egy rohamosztagos esetében le van rajzolva, le van fényképezve, hogy hogyan kell mondjuk egy válpáncélnak kinézni. Meg van határozva mondjuk, mondjuk egy védernél, hogy a bőrkesztyűjének a varrások hol kell, hogy elhelyezkedjenek. Milyen öltésszámmal vannak sima, a varrások. Sima, fekete kesztyű, az nem lesz jó, csak nem. Akkor, hogyha azt ti magatok készítitek el, tehát bemegyek a boltba, és ezeket kell fekete. Magadnak kell elkészíteni, de hogyha elkészíteted valakivel, akkor is de ezeknek a szabályoknak a lényeg, meg kell felelni. Nem tudsz bemenni egy kesztyűboltba, egy fekete kesztyűért, mert Darth Vader szeretnél lenni. Nem, de egy kesztyűboltban nagyon szívesen látnak például engem is, amikor bemegyek és órákig magyarázom azt, hogy most akkor miért fontos az, hogy 1,1 cm széles kis. Jó. Ezekről a szabályokról még beszéljünk. Az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének vezetője Mag Viktor és alapítója Csuka Gábor, mert hogy ugye ma van a nemzetközi Star Wars nap, és arról kezdtünk el beszélni néhány perccel ezelőtt, hogy hogyan lehet valaki tag az 501-es Légióban, és ott tartottunk, hogy nagyon fontos, hogy kinek milyen jelmeze van. De a jelmezt ezek szerint csak úgy lehet, hogyha saját maga készíti. Tehát nem lehet, én nem jelentkeztetek úgy, hogy én voltam Angliában vagy Amerikában, és vettem egy baromi jó Darth Vader jelmezt, és szeretném, ha innentől kezdve ebben a légióban én lennék a Darth Vader. Ennek nem lenne semmi akadálya. Egyetlen egy feltétel van, hogy megfeleljen a jelmez annak a követelményrendszernek, amit az 501-es légió felállított. Tehát ha annak nekem, megfelel, tehát hogy kell rendelkeznem saját jelmez, olyan nem lehet, hogy én szeretnék közétek állni, és szeretném, ha együtt így közösen készítenénk egy jelmezt. De, még annak olyan is van. Persze, volt rá például a Viktorra. A Viktor az így jött a képbe? Igen, mert nálunk itt a magyarországi helyőrségenben belül jelen pillanatban kettő tag foglalkozik jelmez készítéssel. Egy van Pécsen, a Dukovics Krisztián, és a másik pedig a Gábor, aki készít jelmezeket. Tehát nagyon sok tag úgy került ide be, hogy idézőben megrendelésre elkészültek ezek a jelmezek. De hogy ez nem annyira egyszerű, hogy akkor felhívom a Gábort, hogy szia Gábor, holnapra szeretnék kérni egy rohamosztagos jelmezt, hanem azért itt ugye méretezni kell, mindenkinek egyedinek készül el, mindenkinek a saját adottságaira, saját méreteire, ennek az utómunkái is így készülnek, ez vagy elég hosszú. És hát nyilván procedúra. Mindenkinek saját magának kell kifizetni, tehát nincs el, hogy az 501-es légió, mint egyfajta ilyen... A birodalom nem finanszírozza ezeket a dolgokat. Na, de de nincs más feltétel? Tehát, hogy én közétek akarok állni, mert úgy érzem, hogy közétek tartozom, akkor így jöhetek? A többi az már relatíve egyszerű, mert hogy 18 évet, életévet betöltött személy, illetve büntetlen előéletű. És nem kell nekem kívülről ismernem a Star Wars szaga összes szereplőjét, minden filmjét, a készítőket, a legutolsó segédoperatőrnek, feleségének és a gyermekeinek a nevét és a számát, tehát nem kell ilyeneket tudnom? Nem hátrány, de nem kötelező eleme ennek az egész csatlakozásnak. Tehát vannak olyan emberek, akik például nem látták a klónok háborúját, és mégis mondjuk csinálhatnál a klón. És most megint Viktorra nézel. De hogy is nem. Oké, de akkor nem értem, hogy miért vagytok csak 50-en. Tehát és most idézőjelben mondom a csakot, érted? Tehát azt gondolom, hogy jóval több rajongó van, aki örömmel öltené magára ezeket a jelmezeket, és menne veletek, amikor ti beöltöztök, és végig sétáltok az oktogonon, vagy mentek tüzet oltani a nem tudom, Forma 1 pályára, vagy a Hungaroringre. Vannak olyan események, amikor bárkit sok szeretettel várunk. Igazából amilyen eseményünk lesz a hétvégén is, ami volt a múlt hétvégén a Star Wars-os felvonulás az 501 és a május 4 napja alkalmából, azokon sok szeretettel várunk bármilyen rajongót. A tagjaink közé viszont tényleg csak olyanokat tudunk fölvenni, akik megfelelnek ennek a követelménynek. Nagyon van szívesen... tagdíj? Nincs. Vezessétek be, tök jó. Erről majd azért mesélünk, hogy mi a működési elve ennek a légiónak. A kérdésed, hogy miért csak 50-en vagyunk, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a jelmezeknek az elkészítése, és leginkább a pénz, illetve talán még az, hogy azzal az életmóddal, amit mi folytatunk, mert ezt nevezhetjük így is, az a fajta önkéntesség, amit képviselünk, az viszont nem mindenkinek működik.
Mert hogy akkor kell ráírni, amikor a vezető vagy valaki a csapatból... Akkor kell ráírni, amikor mondjuk a Hempál gyerekkórház azt mondja, hogy őnekik most van rá lehetőségük, hogy fogadjanak minket, és akkor tudunk menni. És olyankor mindenkinek, tehát az összes 50 tagnak rá kell érnie és mennie kell? Nem. Ezt már Gábor most tök jó beharangozta, hogy mi a... Maradjuk, hogy szokták ezt mondani, szépen magyarul, a küldetésünk, tehát az 501-es légiónak a küldetése az az önkéntesség, a segítőkészség, illetve bármilyen olyan jó ügy mellé odaállás, vagy melléállás, amivel előrébb fog lendülni akár egy esemény. Hogy mire gondolok? Ugye, amivel nagyon sok időnket töltjük szabad időnkben, az például kórház látogatás, ebből is a gyermekkórházaknak a látogatása. Ebben segítségünkre van egy másik szervezet, a COSHAP, de hogy ebből évente olyan 50-60 kórház látogatást végzünk. Az akkor azt jelenti, hogy heti egy minimum? Nagyjából igen. Uh-huh. Vagy mondjuk egy héten több, mert ugye van az influenza szezon, meg most ugye a Covid nagyon sok mindent meggátolt. De például együtt dolgozunk a Cukorbetegek Egyesületével, az ő rendezvényeiken is állandó vendégek vagyunk, vagy éppen promotálunk a Vöröskeresztnek egy véradást, vagy ugye majd beszélni fogunk arról, hogy most éppen jelen pillanatban milyen jótékonysági kampányban vagyunk benne. Szóval ez a mi küldetésünk. Erre nem mindenki alkalmas. Tehát például az, hogy egy kórházba elmész beteg gyerekekhez, az alapjában véve szerintem mondjuk mint szülőnek sem feltétlenül mindig egy kellemes dolog a saját gyerkőcét ugye egy kórházba látni. Ahhoz kell lelki erő. Így van. Na de ez ilyenkor hogy kerül ki akkor, jól, amikor jelentkezem? Oké, csak hogy derül ki, amikor én jelentkezem? Akkor bedobtok engem a mély vízbe, és azt mondjátok, hogy vegyem fel ezt a jelmezt, és menjek be? Az első kérdés mindig az, hogy van-e egyáltalán affinitáshoz hozzá, van-e kedved? Ez nem kötelező dolog. Uh-huh. Ha van kedved, akkor pedig azt szoktuk mondani, hogy gyere el, és próbáld ki. És akkor a próba az, hogy oda-vissza működik ezek szerint a próba, igen, mert akkor ti is látjátok, hogy ez hogy működik. És az, hogy például Gábor a Darth Vader, az azt jelenti, hogy persze az ő méreteire készült el a jelmez, de akkor nem lehet még egy? Tehát, de lehetne. És hány Darth Vader van most az 501-es? A légiónak egy. Aha. Magyarországon még rajtam kívül van egy olyan Darth Vader, akinek nagyon tökéletes cucca van, ő viszont... De ő nem tagja a légiónak. Ő nem tagja a légiónak. Mm. És nem is akarjátok bevenni? Vagy fűzitek? Vagy ő nem akar tag lenni? Vagy... Ez egy hosszú történet. Hát megértem, hát két dudás egy csárdában. Ott nagy harc lenne. Igazából, hála Istennek, abból nem lenne probléma. A mai vendégek az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének vezetője, Mag Viktor és alapítója, Csuka Gábor, és meséltétek az előbb, vagy belekezdtetek, csak aztán beléte folytottam a szót, hogy sokat jártok olyan helyekre, ahol tudtok segíteni olyanoknak, vagy olyanokon, akik segítségre szorulnak. És jelenleg is benne vagytok valami hasonló segítségben. Hol, ki szorul segítségre, és mit tudtok tenni érte, vagy értük? Amikor a Légió elindult, nagyon nehezen sikerült ezt a jótékony dolgot itt Magyarországon bevezetni, vagy behozni a légió életébe, mert nagyon sokan szkeptikusan álltak ehhez az egészhez, hogy mi a fenét keres ott rohamosztagos, meg Star Wars-os szereplők a gyerekkórházban, vagy bármilyen kórházi esemény. Hát igen, hogy tudtok ti ott segíteni a fegyvereitekkel, meg a félelmetes kinézeteddel. De odantól kezdve viszont, amikor elmentünk és meglátták ezt az egészet, és kiderült az, hogy a gyerekeknek ez egy hatalmas pozitív, hiszen mindegyikőjük ismeri a rohamosztagosokat, és úristen, fegyvereik vannak, úristen, világítófénykardok, és ezek annyira pluszt adnak a gyerekeknek, hogy ezt a kórházak is felismerték, és így egész jól be tudtuk vonni az összes kórházat ebbe az esemény sorozatba. És ilyenkor ti ajánljátok magatokat, hogy amennyiben igény van a ti segítségetekre, akkor mentek, vagy már a kórházak jelentkeznek nálatok? Ez hogy teszem, azt a Hempálnál már lassan évtizedes kapcsolatunk van, így, hogy gyereknapozás alkalmából mi minden egyes évben ott vagyunk náluk. Tehát itt már úgy megy, hogy fölhívnak, hogy figyelj, akkor kéne jönni ekkor, és akkor megyünk. És ez a mostani aktualitás, hogy jön a gyereknap? Vagy hát erre utaltál az előbb, Viktor? A gyereknap az így is úgy is jön. Tehát, hogy az nem kérdés. Hanem ugye most lett a légia, a helyőrségünk 15 éves. Ugye 2006-ban alakultunk.
Úgyhogy mi készítettünk ennek alkalmával egy jubileumi felvarrót. Ez egy szép kis hímzett felvarró, ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a hadseregnél ugye mindenki a saját osztagának a logójával, mm-hmm. vagy a jellegzetességével ugye készít egy ilyen felvarrót. Ez nálunk ez egy menő cucc, tehát hogy ezek egyébként is létező dolgok, de nem a nyilvánosság számára megvásárolható módon. Ezt a példányt viszont most meg lehet vásárolni, és az ebből befolyt összegnek egy részét, azt most a kézenfogva alapítványnak fogjuk továbbítani. Az sajnos ugye reklámnak minősül, nem mondhatjuk el, mennyibe kerül meg, hogy hol lehet kapni, de gondolom. De látogassanak el a Facebook igen, oldalunkra, tehát, hogy a hallgatók is ki tudják találni, beírek, hogy 501-es légió, és nyilván akkor meg is lehet titeket találni az interneten, és erre vonatkozóan minden információt meg lehet találni. Minden, teljes részletessége. És ilyenkor például a kézenfogva alapítványt, azt ti találjátok meg, valamelyikőtöknek volt bármi köze hozzá, vagy az alapítvány keresett meg titeket, hogy esetleg valami segítséget találjatok ki. Hogy működik ez az együttműködés? Az együttműködés, idézőjelben könnyű dolgunk van, mert így a 15 év alatt itt Magyarországon nagyon sok olyan civil szervezettel kerültünk kapcsolatba, akikkel mai napig nagyon jók kapcsolatot ápolunk. Tehát, hogy mindig vannak természetesen újak, mi is keresünk az újakat. A kézenfogva alapítvány pedig egy személyes ismeretség alapján érkezett, meg több oldalról meglepő módon, mert egy volkalagvenőmnek a kislánya az arca az alapítványnak, a DJ Dominik például a nagykövete ennek az alapítványnak, közben a Csordás Tibi barátom pedig szintén, tehát egy ilyen abszolút úgy összeálltak a dolgok, hogy kiderült, hogy mindenki ismer mindenkit. Mindenki ismer mindenkit. Ilyenkor ti leültök 50-en, és megbeszélitek, hogy ez megtörténhet-e, szavaztok, vagy van a vezető, aki azt mondja, gyerekek, ez így lesz. Most innentől kezdve ezt fogjuk csinálni, ez fog történni. És ők, a többiek, mint a jó katonák a légióban, azt mondják, hogy igenis. A helyőrségnek van egy HQ-ja. Tehát a vezetőségi tagokból, mivel nem csak a vezetője van a légiónak, hanem helyettesei és piárosok, a webmester, tehát nagyon sok funkció van a helyőrség vezetőségén belül, és ez a kisebb csoport tárgyalja meg általában. És amit ott döntötök, azt az összes többi tag, aki nem volt ott, vagy nem tagja a vezetőségnek, azt kötelező érvényűnek tudja be. Ez egy picit ilyen nagyon durván van fogalmazva. Nem feltétlenül, mert nem ilyen aspektusból veszik ők ezeket a dolgokat. Tehát azért a vezetőség pontosan az 501-es légió értékeit képviseli, és azok a tagok, akik nem feltétlenül vezetőségi tagok, ugyanúgy az 501-es légiónak az értékei miatt léptek be, tehát nincs olyan kérdés, hogy ez miért így történik, vagy bármi meg lenne kérdőjelezve ezzel kapcsolatban, hiszen a tagok többsége szintén örül annak, hogyha valamilyen jótékony eseményen részt vehet. A mai vendégek az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének vezetője Mag Viktor és alapítója Csuka Gábor. Ugye ma van a nemzetközi Star Wars nap, május 4-e, erről már beszéltünk korábban, és ezért vagytok ti ma itt. És hozzám is jelmezve jöttetek be, de aztán leültetek és le is vettétek a jelmezt. Viszont én azt nem tudom, hogy nektek az fontos-e, hogy titeket ismerjenek. Tehát, hogy nyilván soha nem szerepeltek máshol, az Abaházi Presszón kívül az arcotokkal. Tehát itt is most az volt az egyik feltétel, amennyire én tudom, vagy amennyire hozzám az info eljutott, hogy amikor élőben vagyunk, akkor ne legyenek bekapcsolva a kamerák, azért forgattunk előre egy ilyen kis filmet, mert akkor még rajtatok van a maszk. Ez egy azért érdekes kérdés, mert hogy mi azt szoktuk mondani, hogy amikor valaki fölölti magára a jelmezt egy-egy karakternek, akkor ott a karakternek kell lenni. Tehát olyankor nem Mag Viktor vagyok, és belebújtam egy rohamasztagos jelmezbe, hanem ott TK25010-nek hívnak, és ahogy a filmben is, úgy életben sem fogom levenni a sisakomat például a közönség előtt. Mert hogy a filmben sem vette le egy rohamosztagos sem a sisakomat. Akkor már játszhatja. A kettő levette, mert a Han és a Luke levette, de nyilván mivel egyikünk se Harrison Ford és Mark Hamill, ezért ez nem kivitelezhető. Igen, szóval illúzió romboló lenne az, hogy... Meg hát gondolom nem is vágytok ilyesfajta népszerűségre. Egyébként nem. Sőt, ezt igyekszünk igazából úgy ketté választani, hogy igen, vagyunk, mint magánemberek, és vagyunk, mint mondjuk esetemben rohamosztagos. És ugyanez Vadernél is, hogy nem szeretjük keverni a kettőt. Persze előfordul, vannak olyan esetek, amikor például mondjuk egy gyermekkórház látogatásakor is, amikor megijed mondjuk valaki, mert hát azért
mégiscsak egy... Ja, akkor meg kell mutatni, hogy egy, és egy akkor bácsi van mögötte. Van olyan előfordul, igen, hogy akkor, akkor ezt... De nyilván olyan is van, hogy minden jól sikerül, akár a kórházban, és akkor leveszitek a jelmezt, kijöttek, és mondjuk másnap vagy két hét múlva találkoztak ugyanazzal a gyermekkel az utcán, és ti tudjátok, hogy ő volt az ott a kórházban, de neki meg fogalma sincs arról, hogy... Ez ugyanígy működik a celebektől kezdve mindenkivel. De a celebeket megismerik. Oké, de ők nem ismernek meg minket. Ja, az biztos, az biztos. Van egy nagyon szűk kör, akikkel jóba vagyunk, és ők tudják azt, hogy ki kicsoda, de... Mennyi ideig lehet benne maradni egy ilyen jelmezben? Hát nyilván, amikor egy kórházba bementek, és akkor ott van az összes korterem, akkor nem lehet, hogy gyerekek, most már az utolsó hármat hagyjuk ki, az ott lévő gyerekek már nem kapnak meg minket, mert már folyik rólunk a víz, már mindenünkről. Tehát meddig lehet benne maradni egy ilyen jelmezben? Mondjuk egy ilyen esetben ez teljesen mellékes, tehát nincs időkorlátja. Persze de meddig bírjátok? Olyan... Vannak olyan események, amik mondjuk egész nap tartanak, és akkor 10-től 6-ig, vagy 10-től 8-ig benne Masi vagyunk. De... Azért az jó lehet a fekete neked főleg. Hát volt olyan esemény kint Kecskemét határában, ahol a rohamosztagosok sisakjának a belsejében van ventilátor, és azok leolvadtak, mert melegragasztóval voltak fölrakva, és annyira meleg volt aznap. Kipróbálhatok én egy sisakot? Mindent. Belemegy az én fejem? Abszolút. Reméljük, igen. Hát nyilván a fejhallgatót le kell vennem akkor, nem? Igen. Ez egy fontos dolog, igen. És nyilván nem kapom meg a tárgyvédel sisakot. Van olyan sisak, ami alá lehetne egy ilyen fejhallgatóval együtt bemenni, mert a Navi troopereknek, akik a halálcsillagon voltak, fekete ruhás őrök, azoknak olyan sisakjuk volt, ami a második világháború sisak, ami alatt pont ilyen fülvédőt vitt. Hordtak. Na, de ott akkor le kell vennem a fülest. Most leveszem a fülest, így aztán nem fogom hallani, hogy mi történik adásban. A szemüveget is le kell vennem, gondolom. Látni se fogod, hogy mi lesz, úgyhogy átvettük végleg a hatalmat. Szemüveges, de a sisak alatt nem hordászom. De hordom. Igen? De hordom, ez a sisak, ez pont úgy van kialakítva. Jó, én leveszem. Szemüvegeseket levezük. Értem a szemüvegemet. Igen, és akkor most mondanám azt, hogy élőben közvetítjük, ahogy Csabi véletlenül elesik szemüveg nélkül. Fogjátok hallani, mit mondok? Bízunk benne, szerintem igen. És most Csabi fölvette most a sisakot. Most már rohamosztagos vagyok. Lehet hallani, vagy hangosítsak? Igen, még egy kicsikét toljunk rá. Tolok rá. Így még jó. Az a baj, így viszont nem látom a pultat. Jó. Nagyon jó. Ugye? Már egy rohamosztagosnak hogy kell beszélnie. Most nem hallak, most nem beszélek. De abszolút teljes mértékben jó vagy. Átérzed, hogy a filmekben azok az emberek, akik ugye ezt kaszkadőrök és egyéb statiszták hordták, hogy mennyi az a látótér, amit nem most sokat látok. Nem sokat. Ezért is híresült el ugye az a fajta tényállás, hogy a rohamosztagosok miért nem tudnak célozni. Ezért. Hát ezért. Jó, de ezért. És neked van benne valami effekt, amitől a te hangod mélyebb lesz, más lesz, hogy nehogy felismerjék, hogy ó, hát az ez a Viktor, az IT is. Az nem a sisakban van. Ja, hogy az benne van a ruházatban. Az egy másik technikai ügyű, ami megoldja azt, hogy egy picikét eltorzítja a hangunkat. És akkor most így mondom be, hogy abaházi presszó. Akkor elég ijesztő. Mi a hangja van egyáltalán egy rohamosztagosnak? Igazából egy gépi hang, tehát mintha egy szokor rádión keresztül szólna valakinek a hangja. A Baházi Presszó a Retro Rádióban, vendégem az 501-es Légió. Alakul. Magyarországi helyettségének vezetője és alapítója. Igen, ez egy picit droidos volt, de én megvettem. Na jó. Leveszem, visszaváltozom műsorvezetővé. Ja, de várjál, így viszont nagyon hangos, mi? Jó, jó voltál rohamosztagosnak is, én megvettelek így. Én is. Hát figyelj, én nem biztos, hogy bírnám ezt így egész nap ebben a sisakban. Hát mondjuk ilyen hosszú rendezvénynél azért az óránkénti pihenőt azt kiszoktuk venni, tehát egy óránként egy kis frissítő, mert azért... Hát mert ezen keresztül nem is tudsz inni. Hát nem. Nincs egy beépített szívószál vagy valami. Nem, de dolgozunk rajta az ilyen megfejtéseken is, mert ami nem látszik, arról ugye nem tudnak, hogy van benne. De nagyon sok vizet vesztünk például mondjuk egy-egy ilyen rendezvény alatt, szóval oda is figyelünk egymásra, hogy a hidratálás az mindig megtörténjen, ne az legyen, hogy valaki kiszáradjon például. Nyilván nem csak jótékonysági eseményekre tudtok elmenni, ha már egyszer ennyit dolgoztatok vele, akkor vannak olyan városi rendezvények, vagy bármilyen rendezvények, céges rendezvények, ahol esetleg még némi pénzt is tudtok azzal keresni, hogy ti vagytok az 501-es Légió. Ez mekkora szelete a ti életeteknek, vagy munkásságotoknak? Mondjuk ilyen 20%? Mondhatjuk. Nagyjából. Valahol a 20-30-40 körül, igen. Attól függ, hogy milyen évben milyen dolgok vannak, de mint ahogy ezt beszéltük is, volt olyan esemény, ahol a szervezők felajánlottak valami összeget azért cserébe, hogy mi oda mentünk, és mondtam, hogy jó, akkor találjunk egy olyan helyi szervezetet,
akik szerintük megérik azt, hogy ahogy a ti fellépéseteknek az összegét, vagy gázsiát egy helyi alapítvány kapta meg, vagy egy helyi segítőszervezet. Aha. Igen, ezt nagyon sok esetben próbáljuk úgy elintézni, hogy ha valamit is szeretnének felajánlani, ha nem is például, nem feltétlenül mindig pénzt, hanem mondjuk, mit tudom én... Egy fél disznót. Hát ő például. Csak legyen. Az eldől az olba, az a baj. Igen. Vagy egy űrhajót. Hogy mondjuk sok cég megpróbál minket megkeresni azzal, hogy reklámozzuk a termékét. Ezt természetesen soha nem vállaljuk így ebben a formában, mert az 501-es légió nem folytat reklámtevékenységet. Viszont, de sehol a világon, vagy sehol. Ez csak a... Nem, ez, tehát az 501-es légiónak erre 16 ezer tagra, ez mindig ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Tehát nincs olyan, hogy azért, mert mi Magyarországon vagyunk, vagy ők a Lengyelországban vannak, vagy sorolhatnám. De ezt nem, valaki ez kitalálta Amerikában, és nektek ez ugyanúgy ragaszkodnotok kell. És nem is lehet, hogy figyelj, de most csak azért, és akkor majd juttatom belőle. Néha vannak kivételek, mert hogyha a cég megkeresi a Lucasfilmet, és rajtuk keresztül megy ez a reklám dolog, akkor nagyon sok esetben például a... De arról ti önmagatok egyénileg nem dönthettek, értem. Ez csak a Lucasfilmen keresztül mehet. Mag Viktor és Csuka Gábor, az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének vezetői, és az előbb egy rohamosztagos sisakot felvehettem az én fejemre, és aztán most meg is vizsgáltam, amíg itt a zenék szóltak, és felfedeztem rajta olyan alkatrészt, amit én megismerek, tehát tudom, hogy honnan van. És meg is kérdeztem tőletek itt a zene alatt, és mondtátok, hogy igen, ez az egy csapnak a szűrője, amin keresztül mondjuk a vízkövet meg tudja szűrni, és hogy ez az eredeti filmben is ezt használták el, és mondtátok, hogy igen. És amikor ti egy ilyenre rájöttök, mert mondjuk ez ti veszitek észre, hogy aha, ott az, annak az autónak a nem tudom milyen kapcsolójának a unokatéri kabátja, akkor azt nektek kötelességetek megosztani az összes világban létező helyőrség hasonló tagjaival, hogy ők is el tudják készíteni, vagy ezzel meg kell tartani titkot, és egyediek lesztek. Mi nagyon nagy hátrányban vagyunk, mert az amerikaiak és az angoloknál rengeteg olyan dolog volt, amit a hétköznapi kereskedelmi forgalomban is lehetett kapni. Ja. Mi itt ezekhez nem jutottunk hozzá, ilyen ez a perlátor, ami ott van azon a rohamosztagos sisakon. Tehát mi nagyon el vagyunk ezzel maradva, ennek vannak különböző csoportjai a Facebookon, a különböző internetes oldalakon, és ott örömmel osztják meg ezeket a felfedezéseket a rajongók, hiszen ez egy hatalmas élmény, hogy melyik kis alkatrész, melyik nagy gépnek a valamelyik részegysége. De kell erről valami bizonyosság? Tehát, hogy ezt el kell először küldeni a Lucasfilmnek, hogy aztán ők visszaérjük, hogy igen, igazad van, rájöttél, ügyes vagy. Már rég nincsenek meg azok a kellékesek sajnos, akik ezeket összerakták, viszont... Hát nyilván azok az eszközök sincsenek meg, amivel a 70-es években vagy a 80-as években filmeket készítettek, vagy a filmekben, amiket felhasználtak. Nagyon sok olyan dolog van, ami még mind a mai napig megvan. Főleg mondom, Angliában rengeteg ilyen dolog van, amit mind a mai napig árulnak. Nekem is nagyon sok ilyen van a gyűjteményemben, és ezek tényleg kuriózumok. Mennyi időnként találkoztok? Mert mondtátok, hogy vagytok 50-en, nyilván nem fogtok tudni mindannyian minden rendezvényre elmenni, de csak összejöttök bizonyos időközönként, ahol mindenkinek ott kell lennie. Egyáltalán ott kell lenni, vagy ez ilyen teljesen önkéntes dolog? Nem, ez is abszolút önkéntes, de hál' Istennek nem kell a tagokat feltétlenül lepkehálóval összefogdosni. Természetesen most ez a pandémiás helyzet, ez mindenkinél betette a kaput, de alapesetben azért egy összetartó baráti társaság vagyunk, inkább úgy szoktam mondani, hogy családok vagyunk. Mert és ez globálisan értem, nemzetközileg. Tehát például most volt itt Texasból egy úriember, aki egyszer csak írt nekünk, hogy hát ő most egy céges rendezvény miatt itt lesz Magyarországon, és hogy van-e kedvünk találkozni vele. És akkor elmentünk egy vendéglátóipari egységbe, megvendégeltük, és tök jót beszélgettünk. És de tényleg... úgy, hogy be voltatok öltözve, nem, meg nem, ő nem, is? Ez abszolút civilbe, mindenki vitte a kis saját felvaróját, és akkor ilyenkor ezeket kicseréljük egymás között. És tényleg fotókat mutogattatok, videókat egymásról. Persze megmutatta mindenki azt, hogy milyen jelmezt csinált magának, milyen kellékeket csinált, mert mi is dolgozunk most a hétvégi rendezvényünkön jó pár olyan extra dolgon, ami itthon még nem volt előtte. Például mondj egy példát. Hát ezt nem fogom elmondani, majd szombaton mindenki jöjjön el, és nézze meg. De hol lesz ez szombaton? Ez a TEMI fővárosi művelődési házában lesz a Fehérvári úton.
És ez egy ingyenes rendezvény. Ez egy ingyenes rendezvény lesz. Ez gyakorlatilag a május 4-i ünnepséggel kapcsolatos. Uh-huh. Igazából májusban nagyon sok mindent ünneplünk, mert ott van a május 1-e, ugye 0501, ez az 501-es nap. Aztán ott van a most a mai nap, igen, a május 4-e, de május 14-én ünnepeljük George Lucasnak a születésnapját. Május 20-án a Birodalom napját. A Birodalom napját, május 25-én. De az miért a május 20 a Birodalom napja? Amikor a Birodalom megalakult a filmben, azt összekutyulták azzal, hogy az Angol Birodalom mikor alakult meg, ja, és ezzel kialakítottak egy plusz ünnepet így májusba. Meg hát májusban ünnepeljük az összes filmnek, kivéve az újakat, amiről nem beszélünk, de az összes régi filmnek májusban volt a bemutatója. Tehát akkor szinte minden napra, vagy legalábbis minden hétre legalább egy alkalom adódik, amikor ti összejöhettek és találkozhattok egymással is, illetőleg a rajongók is találkozhatnak veletek. Így van, tehát ennek apropójából fogunk most egy saját rendezvényt csinálni, ami egy ingyenes rendezvény, ez fontos, mert így szeretnénk megköszönni a rajongóknak is azt az éves rajongást, és valahogy így valamit visszaadni nekik is ebből, ahol lesz sisak és fegyverkiállítás, lesz rohamosztagos kiképzés, lesz Jedi kiképzés, mert hogy ilyenkor a lázadó légiókt is elhívjuk, és azt mondjuk, hogy most tűzszünet van, most barátolunk egymással, úgyhogy ők is kiveszik a részüket belőle, rengeteg előadást fogunk tartani, és nem azt mondom, hogy ilyen nagyon-nagyon rajongóknak, hanem azok is, akik például, mint mondjuk most te, nem feltétlenül vagy tisztában a Star Wars világában. Feltűnt? Nem. Csak sejtjük. Nem, itt mondják most a fülemre, hogy nem. Igen. De hogy azok a rajongók is olyan érdekességeket tudhatnak meg, amikkel mondjuk eddig nem voltak tisztán. És ilyenkor be lesztek öltözve egész nap? Így van. Ilyenkor van ez egy olyan esemény, ahol a legtöbb tagunk ilyenkor eljön, mert hogy az ország minden pontjáról vannak tagjaink, úgyhogy nem feltétlenül egyszerű mondjuk a mindennapos kapcsolattartás az, hogy már beugrunk egy kávéra, egy presszóba, ugye? Nem így működünk, bár így működhetnénk, és ez egy kifejezetten olyan alkalom is, amikor mondjuk valakivel évente csak egyszer találkozunk, vagy... Jellemzően férfiak a tagok az 501-es légióban, és ezt most világszinten kérdezem, nem csak Magyarországon, de arra is kíváncsi vagyok, hogy a magyarországi légiónak, vagy helyőrségnek vannak-e női tagjai? Többségében jellemző az, hogy férfiak a fiúk, férfiak a tagok. A Magyarországon a pontos arányokat nem nagyon tudjuk, de szerintem egy olyan 20% körül lehet. Igen. Szóval szerintem ez nemzetközi, mert hogy a filmben így van. A filmben is voltak női szereplők, tehát hogy nyilván azokat is valahol valakinek el kell játszani, vagy meg kell mutatni a magát. Hát a Leia hercegnőn kívül azért nem nagyon voltak benne női szereplők. De hát én rá gondoltam, de akkor ezek szerint többes számra. Szerintem mindenki rá gondolt. A lázadó pilóták között voltak női karakterek, de őket különféle okok miatt mégsem alkalmazták a végső vágásban. Jó, de például egy sisak alatt egy rohamosztagos miért ne lehetne nő? Az új filmekben már nagyon sok olyan statiszta volt, akik nőként vettek részt mondjuk a rohamosztagos dolgokban. Sőt, az első rendnek a tisztjei között is rengeteg nő volt. Ez már kicsit változott nyilván a régiekhez képest, de annak ott George Lucasnak voltak különféle indokai, ami miatt csak a Leia hercegnő volt, mint erős női karakter a filmben. Az 501-es Légió magyarországi helyőrségének vezetője Mag Viktor, aki már jobban ért a rádiózáshoz, mint én. Ha most nem szólsz, akkor simán nézegetem itt a hozzászólásokat. És Csuka Gábor, aki alapította Magyarországon ezt az 501-es Légiónak a magyarországi helyőrségét. Viszont amiről már ígértem, hogy beszélni fogunk, de még mindig nem beszéltünk, hogy ti vissza tudtok emlékezni a pillanatra, amikor először találkoztatok a Star Wars-szal. Hány évesek voltatok, milyen körülmények között láttátok, plakátot láttatok, vagy egyből a film. Mert kezdjük Gáborral. Én a Jedi visszatért láttam moziban feliratosan, édesanyámmal jött. Mentünk el, aki munka után jött, és baromi fáradtam, végig szenvedte az egészet, én meg úristen nézd, és semmit nem értettem belőle, mert feliratos volt. És akkor hány éves voltál? Hát amíg nem tudtál olvasni, akkor... 3 akkor, de olvasni már biztos tudtam, de olyan sebességgel. Ja, értem. Mint ahogy a feliratok jöttek, akkor azt gondoltuk, hogy ez a harmadik rész, ugye? Akkor halovány gőzöm nem volt, hogy az milyen rész, csak azt tudtam, hogy úristen, ez mennyire jó. Aha. És egyből megfogott, és onnantól kezdve meg tudtad nézni a korábbi részeket? Hát akkor még nem volt az, hogy az ember bemegy bármelyik moziba, és az alábondásos kalóz verzióktól kezdve mindenféle verzióban láttam, és utána jött az ominózus karácsonyi vetítése a negyedik résznek,
és akkor szerencsénk volt, mert volt videómagnónk, és akkor fel tudtuk venni, és onnantól kezdve rongyán néztem azt a negyedik részt. És hányszor nézted meg azóta a részeket? Nem tudom. Milyen időközönként nézed meg egyáltalán? Van olyan közös celeb ismerősünk, aki mindig ezzel henceg, hogy hány százszor látta ezt a filmet, nem tudom megmondani. Aranyosi? Nagyon sokszor. Aranyosi a közös ismerősünk? Mert ő nagy Star Wars rajongó. Ő nagy Star Wars rajongó, igen, vele is találkoztunk, meg csináltunk közös dolgokat. Viktor, te mikor találkoztál a Star Wars-szal? Hú, ez az a baj, hogy évszám szerint nem tudnám megmondani. De melyik filmmel? Valamikor. Én szerintem az már a Csillagok háborúja volt. Én azzal találkoztam először. Az volt az első, ami igen, kijött. Igen, de nem moziba. De nem moziba, hanem mert ugye Nyíregyházán nőttem fel, és az akkori mozi kínálat az nem úgy működött, hogy akkor az összes mozi hálózatban egyszerre vetítenek filmeket. Uh-huh. És igazából nem is nagyon voltunk ilyen nagy mozisok, hanem ahogy a Gábor is említette, ezek a kalóz verziók jártak, ugye hát fiatalabb hallgatók kedvére azért megjegyezhetjük, hogy akkor nem úgy működött a dolog, hogy bekapcsoltuk a mobiltelefonot és mindenféle streaming szolgáltatóból nézegettük a filmeket. De ráadásul a 80-as évek elején, amit a Gábor az előbb mondott, 83, meg 84, még videomagnó is egy kuriózum volt egy családnál. Így van, ezt akartam mondani, hogy nem az volt, hogy még a színes tévé is lassan. Igen. Akkor jött be a képbe, meg a műhold, nem is hogy hívták, a kábel tévé. Igen, először még műholdas volt. Vagy műholdas volt. Az is ilyen 88 környékén. Igen, az már a 80-as évek. A külföldi csatornánk, a Sky, meg a Super Channel. Super Channel, Felej Channel, meg a többiek. És akkor hetekre előre meg kellett szervezni azt, hogy akinek van videómagnója, akkor ott összegyűlünk, és akkor pont valakinek az apukája kim volt valahol NDK-ba, és akkor mondta, hogy na, ő megszerezte ezt a filmet, és akkor nézzük meg. Oké, de az valószínűleg még eredeti nyelven, vagy német szinkronnal. De hogy német szinkronnal, magyar hangalámondással. Aki ezt nem tudná, hogy micsoda, az összesen annyi, hogy van egy darab narrátor hangkábé, mint mondjuk most a Forma 1 alatt, aki szinkrontolmácsol. Aha. Sokáig egyébként ő is volt a magyar hang. És a női karaktert, a férfi karaktert ugyanazzal a monoton stílussal most nyilván neki nem volt lehetősége, sokszor megnézni, mármint annak, aki szinkron tolmácsolta, hanem mondjuk leírta a sorvezetőket, és ahogy nézte a filmet, és amit hallott, azt mondta, és nem hangsúlyozott, és nem tudtad eldönteni, hogy ezt most kimondta, mert lehet, hogy egy kicsit ő lemaradt ahhoz képest, ahogy az ott elhangzott. Meg hát olyan csodák jelentek így meg, hogy Artú érzékelői nem találják le a herceget. Ja, mert hogy félreértette azt. Hát igen, nagyon gyorsan kellett fordítani. Tehát ez egy kuriózum volt, és akkor mi ennek örültünk, és így néztük, és pont azt beszéltük. És ennek ellenére beleszerettetek? Meglepő módon szerintem akkor mindenki beleszeretett. Uh-huh. Szóval maga az a film technikai változás, hogy az a sárga felirat így megy el a távolba, és így nem érted, hogy hát előtte ilyet nem láttál, nem úgy van, mint mondjuk a mai generáció, hogy ezt egy mobiltelefon 2 másodperc alatt megszerkesztünk. Igen. Egy 10 éves gyerek. Hát mi ezt így néztük, hogy mi történik. Uh-huh. Tehát már ott ledobtad a gépszíjat, és onnantól kezdve azért nem azt mondom, hogy nálunk minden pont akkor jelent meg, mint mondjuk Amerikában, hanem ugye jóval később jutott be az országba például a kártyanaptárak, ami már mondjuk rajta volt Darth Vader, és ugye akkor ez menő volt kártyanaptárat, igen, trafikos kártyák, a cserélgetni. Szóval, hogy akkor nem feltétlenül az a nagy rajongás, az később jött, amikor megértettük, hogy egyáltalán miről szólt. Tehát ez ugye évekkel később. És amíg akkor még mondjuk egy diszperzites vödörrel rohangáltunk az udvaron egy partfisnyéllel, és mi voltunk a Darth Vader, vagy éppen egy rohamosztagos, mert akkor mindenki azt szeretett volna, fura, hogy mindenki a gonosz karaktereket szerette volna belőle sokkal megvalósítani. A cuccai. Ugye? Igen. És van fekete kávénk. Ugye? És Dark Side. És nyilván Jokit is jobban szerettük, mert ő volt a gonosz. Igen, valahogy vonzó. És aztán éveken keresztül nálam ez eltűnt. Ez a fajta. És akkor mitől jött vissza? Ez egy élethelyzetemmel került vissza, mert hogy abban volt egy időszak, nem olyan régen, amikor nagyon sok időt töltöttem kórházba. És az egyik ilyen felépülésem után elmentem egy rendezvényre, ahol összefutottam az 501-es légióval. És már akkor nézegettem Így jártam anyátokkal című filmet, ahol Barney Stinsonnak a szobájában van egy rohamosztagos bábú, és az nekem mindig úgy izgatott, hogy de jó lenne itthon a szobában is egy ilyet felállítani, és akkor találkoztam az 501-esekkel, és ugye kiderült, hogy vannak közöttük, akik ilyen jelmezt el tudnak készíteni, és mondom, tök jó,
Na de akkor miért ne bújjak én bele? Tehát miért is kéne ezt egy bábúra rárakni? És akkor onnantól kezdve így elindult Sodoltál. A lavina. És jött az a lényeges pont, hogy igen, ők mennek kórházba, és akkor ott nem volt kérdés. Az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségének alapítója Csuka Gábor és vezetője Mag Viktor, mert hogy ma van a nemzetközi Star Wars nap, hát még ez éjfélig tart, de nektek nem, hanem nektek az örök élet. Illetőleg hát pont ez az érdekes, hogy amikor valaki az 501-es Légiónak lesz a tagja, akkor kap valami tagsági könyvet, van valami ilyen határidő, ameddig ezt mindenképpen viselnie kell, ezt a tagságot? Vagy ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy amikor valaki jelentkezik tagnak, akkor adott egy lista az elérhető számokból, azonosító számokból. Ez onnan jött, hogy a negyedik részben, amikor az egyik tiszt kereste a rohamosztagost, hogy hova tűnt a Millennium Falcon mellől, akkor bemondta a rádióból, hogy TK421-es miért nincs a helyén. És innen jött az ötlet, hogy akkor a rohamosztagosokat TK azonosítóval látják el, és ez ment addig, amíg nem lett 10 000 tag nullától, vagy hát bizonyos kivételeket beleszámítva nullától 9999-ig, és most már 100 000-ig megy ez a sorszámozás, és aki a tagnak jelentkezik, az ebből a még elérhető számok listájából választhat magának egy kedvenc számot. És ha ezek a számok elfogynak, akkor soha többet senki nem jelentkezhet hát tagnak. Akkor utána bővítik megint a számokat. Ja, értem. Nem, itt igazából az a lényeg, hogy amit megkaptál, az örök életedre a tiéd. És visszaadhatod? Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy elnézést kérek, de én ezt már nem akarom. Olyan lehet, hogy mondjuk valaki nem szeretne már többet tag lenni, aha, a sorszámát attól függetlenül zárolják, tehát ja, azt nem lehet újra visszavonultatják. Visszavonultatják, nyugdíjba megy a sorszáma, de azt nem kaphatja más meg. És akkor ezt így tényleg örök életre szól, nincs az, hogy ez a tagság, ez most 5 évig, és akkor megnézzük, hogy jó viselkedsz, meg minden rendben van-e, mert van olyan, akitől meg kellett vonni, mert mondjuk nem felelt meg a követelményeknek, vagy valami szabályt nem tartott be. Nagyon ritkán volt így világszerte példa erre, hogy összeült mondjuk a nagy tanács, az 501-en belül, és akkor eldöntötték azt, hogy egy-egy tagot kizárnak, de azokhoz már nagyon főben járó bűnök kellenek. És el tudjátok magatokat képzelni? Most így azt gondolom, hogy nálam fiatalabbak vagytok, de el tudjátok magatokat képzelni a 60-70 évesen, ahogy még mindig az 501-es légió tagjaiként ugyanazt csináljátok, amit most csináltok? Nyilván vannak fizikai korlátok, mert azért egy Darth Vader páncél az 19 kiló, és nem biztos, hogy sokáig, vagy sok évtizedig szeretném, hát, mert ebben a vívásokat állíts elő könnyebbet. Hát. Az a baj, hogy itt meg jönnek azok, hogy miből kell lennie az adott páncélnak, ja, és akkor nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy könnyű is legyen, de amúgy tényleg úgy nézzen ki az egész. Én azt gondolom, hogy a többségnél ez egy örök dolog. Tehát amíg mozgunk, amíg lélegzünk, addig valószínűleg ezt fogjuk csinálni. És már nyilván beszéltünk a filmről, de az is kiderült, hogy nem mindegyikőtök látta az összes részt. Most Gábor nagyon csúnyán nézett Viktorra. De van-e még olyan, amit ti vártok ettől az egész szagától, ettől az egész sorozattól, ami még nem történt meg, ami még hátra van, amiről azt gondoljátok, hogy még egy nyitott könyv? Azt nézzük, akkor az összes eddig megjelent film az egy nagyon keskeny kis szeletét vette ki a Star Wars univerzumának, hiszen csak a Skywalker szagával, Skywalkereknek a történetével foglalkozott, ami mondjuk maximum egy ilyen 100 évet ölelhet fel. Viszont a galaxis történelme az több 10 000 év, tehát rengeteg olyan történet van, ami, hogyha végre hajlandó lenne a Lucasfilm elrugaszkodni attól, hogy csak ezt a nagyon kis szegmensét mutatja be a galaxis történelmének, akkor remek jó történetet láthatnánk mi is. Igen, hiszen a lehetőségek háza ebből a szempontból végtelen, mert bármilyen karaktert ki lehet találni. Viktor? És ezt lovagolják meg egyébként a regényírók, hiszen könyvformájában, illetve képregény formájában sokkal több történet és sokkal több szálon elindult történet létezik már. És ahogy a Gábor mondta, igen, a filmvásznon ennek egy nagyon pici szelete jön le, viszont a rajongók többsége ezeket a regényeket olvassák. Ugye ezek már magyar nyelven is nagyon sok elérhető. Gondolom, ti is olvassátok. Mindenképpen, főleg, ha sok kép van benne. De hogy ezek viszont olyan történetek vannak benne leírva, ami ugyanúgy elviszi az ember fantáziáját, és az, amit George Lucas megálmodott, az a fajta világ, amiben beleszeretett jó pár millió ember,
az szerintem folytatódni fog. Nekünk természetesen már nem annyira, hiszen az a generáció vagyunk, akinek az az inger küszöb, amit mondjuk egy mai fiatalnak van, azt nekik már nehezebb ezt valahogy átugrani. Most már lassan lejár az idő, de ez a kérdés még bennem van, és nem akarom, hogy bennem is maradjon. Van rengeteg olyan régi film, amelyeket felújítottak, újraforgatták új szereplőkkel, csak a Pszichóra gondolok, akkor ugye, és akkor még sorolhatnánk nagyon sokat. Ha mondjuk az első elkészített részt, ami a Csillagok háborúja címet viselte, most már új remény, de hogy a sorozatban a negyedik, ha újra forgatnák, akkor ti azt ugye elfogadnátok? Nyilván sokkal színesebb lenne, jobb lenne ma megnézni mai szemmel. A mai fiatalok sokkal könnyebben válhatnának Star Wars rajongóvá, ha azt látnák, mint ha megnéznék a 77-ben készült filmet. Hát erre én azt mondom, hogy az ékes példája ennek mondjuk a 7., 8. és 9. rész, ami számomra a 4., 5., 6. filmnek egy picit ilyen remake változata, de nem hiszem, hogy a klasszikus dolgokhoz hozzá kellene nyúlni. Nem is nagyon szoktak, a Lucas nyúlt hozzá pár alkalommal, amikor a saját korlátait, meg a technológiának az akkori korlátait javította ki azzal, hogy bizonyos jeleneteket átalakított, vagy feljavított arra a szintre, amit ő kitalált annó, de nem tudott megvalósítani a technikai korlátok miatt. De nem gondolnám én, és én is azt gondolom, hogy nem lenne ennek létjogosultsága, hogy ez egy 77-es klasszikus filmet, ha valaki most leül megnézni, akkor azt még mindig úgy meg lehet nézni, hogy wow, mert még mindig hozza azt a fajta feelinget. Persze lehet látni, hogy a robbanás az nem olyan, hogy 16K-ba, 3D-be történik. Viszont legalább fizikailag robbantottak föl benne. Valóban felrobbant valami. Igen. De hát ennek a, bocsánat, még csak egyetlen egy gondolat, hogy azért a Star Wars filmeknek lehet köszönni nagyon sok olyan technikai újítást is, mint a Photoshop, a Steadicam, nagyon, tehát ezeket mind ezekben a filmekben alkalmazták. A Photoshopot például a Star Wars miatt találták ki. Sajnos lejárt az időnk, pedig érdekes volt, amit meséltetek, még úgy is, hogy hát egyrészt el is mondtam, másrészt ki is derült, hogy nekem a Star Wars nem volt akkora nagy szerelem, mint nektek, de tök jó volt, ahogy ilyen lelkesen beszéltek róla, és az, amit csináltok, hogy közben még jótékonykodtok ezzel az egésszel, én kívánom, hogy még sokáig legyen lehetősége az embereknek találkozni veletek. Jövőre visszajövünk, és folytatjuk. Oké, az 501-es Légió magyarországi helyőrségének vezetőivel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Mag Viktor, Csuka Gábor. Köszönöm szépen a meghívást. Az erő legyen veletek. Az erő legyen veletek is. Ciao. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Retro Rádió.